Szirbik Imre Kiszombor polgármestere stábunknak elmondta, szerencsés helyzetben van a település, hiszen 2023. októberéig érvényben van egy nagyon kedvező szerződésük a gázszolgáltatóval, melynek értelmében 130 forint per köbméter áron jutnak hozzá az energiahordozóhoz. Hangsúlyozta, nyilvánvaló, hogy nem csak egyedül erre szeretnének támaszkodni, elengedhetetlen, hogy más alternatívákat is elérhetővé tegyen az önkormányzat. Éppen ezért a napenergia hasznosítása felé is nyitnak. Az intézményeinken, ahol nincs még napelem, oda kivétel nélkül mindenhova telepíteni fogunk, terveztetjük most a kivitelezővel. A művelődési ház felújítás alatt van, ezért ott nem kellett bezárnunk, nem is igazán szerettük volna bezárni, de mivel ott egy energetikai felújítás, felszették a járólapokat, cserélik, ajtókat, nyílászárókat fognak még cserélni, és ott most emiatt egyébként sem működött volna a művelődési házunk, és az ottani két dolgozót összevontuk a könyvtárral, és azokat a programokat, amik ebből az évből hátra vannak, azt ott szervezik. Mint megtudtuk, az említett művelődési házra is kerülnek majd napelemek, bentre pedig hűtő-fűtőklímákat szerelnek fel. A polgármester rávilágított, ezekben a napokban folyik egy teljes egészében önerős beruházásuk, amely szintén nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy a falu spóroljon a rezsiköltségeken. Ez a közvilágítás teljes ledesítése, ezt nem hitelből csináljuk. Voltak olyan lehetőségeink, amiből tudtunk egy kis pénzt szertenni, és ott az összes lámpaegység ki lesz cserélve. December 31-ig van a kivitelezőnek a határideje, hogy addigra ezt befejezze. Azt mondta, hogy tudja is tartani, reményeink szerint üzembiztosabb lesz, erősebb fénnyel és mégis kevesebb fogyasztással. Ezek egy ilyen okos lámpatestek már, ami programozható előre. Este 11 és hajnal 4 óra közt visszább veszi a teljesítményét a lámpának, tehát nem kikapcsol, csak nem lesz olyan erős a fényereje. Ezzel számításaink szerint 40 ezer kilowattot fogunk megtakarítani évente. A polgármester elmondta, mindenben igyekeznek támogatni a lakosságot. A polgármesteri hivatal udvarán az évek alatt száraz, jó minőségű tűzifát halmoztak fel. Ezt fogják a közeljövőben szociális alapon szétosztani az igénylők között. Emellett igyekeznek úgy gazdálkodni, hogy néhány támogatási forma helyett annak forintosított összegével segítsék az érintetteket. Így ugyanis meglátásuk szerint a helyiek hatékonyabban fel tudják azt használni például rezsiköltségeik enyhítésére.